Szép estét kívánok mindenkinek! Régóta töröm a fejemet azon, hogy ezt a témát fel kéne dolgozni, de hát úgy látszik, most jött el az ideje, és a sajnos csak az ebben az előadásban, hogy ezekkel a tévhitekkel nap mint nap találkozok. A mai előadásban nyilván, hogy név, telefonszám és e-mail cím nélkül idézni fogok egy levélből, hogy lássuk, hogy hova vezetnek a tévhitek. Szóval, a germán gyógytudomány az a tudomány, ami reprodukálható, ezért tudomány, és az a tudomány, ami rámutat arra, hogy a betegségünk kialakulásának melyek a valós okai. No de, hiába ismerem én a germán gyógytudományt, ha a tévhiteim mégis megakadályoznak abban, hogy ezt alkalmazni tudjam. És az önsorsontó hiedelmeink azok, amelyek ebben megakadályoznak. Például, hogy hogyan gondolok én önmagamra és a világra. Ugye tudjuk, hogy önleértékelés, önpusztítás. A világgal nem élek békében, harcolok, küzdök, bosszankodok, akkor hiába ismerem a germán gyógytudományt, tudományosan fogok szenvedni tovább. Bejönnek a tanult ismeretek. A germán gyógytudomány, hát, hogy is mondjam, szemben megy mindazzal, amiről eddig megvoltunk győződve, és ez lesz az, ami hát a tanult embereket nagyon elgondolkodtatja. Én senkit nem kérek arra, hogy elhiggye, amit mondok, legyen szíves ellenőrizni. Én 15 évig kerestem a megoldást, valakinek van 15 éve, akkor hajrá. Készen kapják azt, ami szükséges a megértéshez, és még a megoldáshoz is, de hogyha a tévhiteink ebben megakadályoznak, hogy elfogadjuk azt, amit itt hallunk, akkor nem sokat fog érni az egész. És hát ugye ezek a tévhitek aztán meghatározzák a gondolatainkat, érzéseinket, döntéseinket, cselekedeteinket, és az egész életünket, és erre a gondolat sorra még vissza fogok térni az előadás során. Na, a B pont a biológiai konfliktusok, nyilván, hogy itt semmi másról nincs szó, mint a germán gyógytudományról, a biológiai konfliktusokról. Van külön előadás, meg lehet ezt is nézni, de valójában leegyszerűsítve arról van szó, hogy azok a negatív érzések, váratlan, hirtelen események, amelyek minket érintenek, ezek mindig az agy közvetítésével elindítanak egy szervi választ. Továbbiakban ezt kifejtem. És itt vannak a fizikai tényezők, na kérem, mindenki ezzel foglalkozik, a táplálkozással, a mérgezések, a méregtelenítések, a különböző hát, frekvenciák, gépekkel való bemérések és egyéb finomságok, és akkor azt hiszük, ha ezekkel foglalkozunk, akkor majd meggyógyulunk. Hát majd erre is külön ki fogok térni. Tehát ez a betegség kialakulásának alapvető módozata. A germán gyógytudományról Hammer doktor azt mondja, hogy orvosoknak és betegeknek szól, akiknek szívük és józan eszük van. Mert ugye, ha érzelmileg indítottam el valamit, akkor azt érzelmileg is kell lezárni. Orvosoknak és betegeknek címmel van egy külön előadás, pontosan azért, hogy az orvosok ismeretanyagában levő, hát hibás információkat megpróbáljam átírni, illetve bizonyítani, hogy ezek a dolgok egy kicsit másképp vannak, mint eddig gondoltuk. Hammer doktor életéről, munkásságáról pedig külön webkonferencia anyag foglalkozik. Itt csak felsoroljuk az öt természettörvényt, és akkor rátérünk a mai nap témájára. Az első természettörvény, ami 1981 őszén lett a világ elé bemutatva, hát megrengeti a
betegség kialakulásáról kialakított véleményünket, mert kiderül, hogy a rák nem ismeretlen, nem gyógyíthatatlan, nem rossz indulatú, hanem egy nagyon konkrét eseményhez kötötten megjelenő szervi válasz. Egy milyen konkrét esemény? Az, ami érzelmileg megrázott minket, mint Isten a vargát, hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen ért minket, és nagyon súlyos érzelmi konfliktusról van szó, tehát akkor miről van szó? Nyilván egy félelemről. Ma a lényeg, hogy ezt magányosan élem meg, vagyis magamra maradtam ebben az érzéssel, és benne maradok a konfliktusban. Nos, ez itt az első és legfontosabb dolog, amin változtatni kéne, hogy lépjünk ki a konfliktusból, nem újjék el nap a haragunkkal, ugye ezt nem én találtam ki, ez már egy régi tanítás, 2000 éves, csak jó lenne már végre alkalmazni, és akkor meg se tudnánk betegedni, és itt a webkonferenciának vége is lenne. De hát benne maradunk a konfliktusban hetekig, hónapokig, évekig, és aztán csodálkozunk rajta, hogy ez az érzelmi megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi választ indít el, és tart fenn addig, amíg meg nem oldom. A lélek agyszerv tengelyen, a lélek kisbetűvel és idézőjelben írva arra utal, hogy itt nem a nagybetűs lelkünkről van szó. Abszolút, de nem arról van szó, az köszöni szépen, jól érzi magát. A magyar nyelv sajátosság, hogy lelki megrázkódtatásról beszélünk. Sokan mondják, hogy beteg a lelkem, kérem szépen, a lelkünk nem beteg. Az egónknak van millió félelme, annyi egós személyiségünk van, ahány azonosultságot vagyunk képesek magunkban megőrizni, különböző szerepekkel, biológiai, társadalmi szerepekkel, és akkor már rögtön kiderül, hogy valahol itt kell kezdeni a dolgoknak a helyretételét, mégpedig az azonosultsággal, ki is vagyok én valójában. De hát ez tanfolyami anyag, akit érdekel, a Szegeden ott lesz a képzésen, ugye 2023. május 25-én ingyenes előadás, és utána jön a háromnapos megoldásorientált képzés. A konfliktus pillanatában rögzítjük a síneket, és azokat a körülményeket, amelyek között mi megéltük ezt az egész történetet. És soha nem az számít, hogy mit éltem meg, hanem hogy mi történt, hanem hogy az én rám miként hatott, én azt hogyan éltem meg. A sínek nagyon hasznos dolgok, mert emlékeztetnek arra, hogy nem oldottam fel egy konfliktust. Valaki érzékeny a húzatra? Hát persze. Nem tud, vagy a légkondira? Hát persze. Na de miért? A légkondi a hibás azért, mert nem. A légkondi, a szél vagy a húzat az éppen csak tanúja volt egy olyan váratlan eseménynek, amit még mindig nem zártunk le békével. Amint ezt lezárjuk, nyilvánvaló, élvezni fogjuk a légkondit és a szelet is. Szóval ezek a sinek, ezek nagyon fontosak az állatok életében, mert ezek figyelmeztetik őket, hogy megint életveszélyes körülmények közé kerültek, tehát innen sipirc. Az állatok nem tudják tudatosan feloldani a félelmeiket, viszont az ember erre képes. És pont itt van a megoldásnak a lényege, hogy a félelmet átalakítom 180 fokos fordulatban, és akkor onnantól kezdve, ha lezárom ezeket a programokat, akkor többet nem fognak ismétlődni. Különben, ha ezzel nem foglalkozunk, akkor nem sínek, hanem pályaudvarok fognak kialakulni a fejünkbe. Értelmes biológiai különprogramokról beszél Hammer doktor, és teljesen igaza van, mert mindennek értelme van, ami a szervezetünkben történik, tehát nincs rossz indulatú, autoimmun, gyógyíthatatlan folyamat. Értelme van mindennek, mert minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, és egy külön program, ami különben nem indul el, csak ha én elindítom, és fent marad addig, míg azt én érzelmileg le nem zárom. Na, akkor már is hallom a kérdést, hogy de hogy kell érzelmileg lezárni egy konfliktust. Hát elmondom, mint mindig, megértéssel.
megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, sőt, hálával. A megértésben segít a germán gyógytudomány ismerete, ha megértem, hogy a szomszédom miért úgy viselkedik, ahogy viselkedik, tehát biológiai kényszerpályán mozog, hogy finoman fogalmazzak, hát akkor nyilván, hogy meg is tudok neki bocsátani, sőt már szánni fogom, hogy ő újon úgy viselkedik, ahogyan viselkedik. És ha már megbocsátottam, akkor elengedjük ezt a történetet, szeretettel, ez a feltétel nélküli elfogadás, sőt, hálát adok érte. Nos, ennyit röviden, tömören erről az egészről. A továbbiakban szeretném tisztázni, hogy a második természettörvényben Hammer doktor vajon miről is beszél? Hát pontosan arról beszél, hogy két fázisban zajlik le ez az értelmes biológiai külön program, rövidítve EBK. Két fázisban van egy konfliktus aktív fázis, és van egy megoldás követő, vagy MK fázis. Konfliktus aktív fázis, ugye mivel indul? Hát nyilván a DHS-sel, lélek, agy, szerv, tengelyen. A becsapódás, látni fogjuk a CT-képen, ugye ez nagyon érdekes és nagyon lényeges dolog, hogy tudjuk, hogy hol és miként zajlik le az egyes folyamat. Itt a CT-képen láthatjuk középen ezt a körkörös becsapódást, olyan, mint amikor a sima víztükörbe bedobok egy követ. Igen, ezek energiahullámok, amik a periféria felé mennek. Ennek mechanizmusát, kialakulását a negyedik könyvemben megtaláljuk. A nagyon súlyos, váratlan eseményeknek mindig lesz a CT-n kimutatható képet, persze természetesen csak akkor, ha a koponyalappal párhuzamosan készült felvételhez nem használunk kontrasztanyagot, tehát natív felvételről beszélünk. Tehát egy váratlan esemény, legyen ez egy diagnózis sok, elmegyek az orvoshoz, és váratlanul olyasmit mond nekem, amit úgy élek meg, hogy ez az életemet veszélyezteti. Te jó Isten, a terveimnek fucs, vége, és napjaim meg vannak számlálva, mert azt mondja, hogy rossz indulatú, gyógyíthatatlan, ismeretlen betegségben szenvedek. Miként fogom ezt megélni? Na, természetesen halálfélelemmel, azt érzem, hogy a homokórát felborították, és már nem is hallom, hogy miket mond még, mert már azon jár az fejem, hogy miket kell lezárni, adósságaimat kinek kell megfizetnem, mit kell még befizetnem, kivel kell még esetleg kibékülnem, vagy tisztázni a félreértéseket, mert ugye rövid időn belül itt a vég. Na most a túlélésünkhöz azért egyezünk meg, illetve az életben maradásunkhoz levegőre, vízre, táplálékra, fényre és hangra van szükségünk. Ebből a levegő, a fény, a hang ingyen van. De a levegő hiányában rövidítőn belül vége az életemnek, tehát a halálfélelem mindig tüdőszövet szaporulatot fog okozni, és a diagnózis sok hatására ez el is indul. És ameddig én benne vagyok a konfliktusban, tehát ez itt a konfliktus aktív fázis, addig mit fogok megtapasztalni? Az, hogy hideg a kezem, hideg a lábam, azért alkalmazza a Hammer doktor a konfliktus aktív fázis jelölésére a kék szint. Zakatol az agyam, nem tudok nyugodtan aludni, felébredek, nincs étvágyam, nem eszem, lefogyok. És természetes magas a vérnyomásom, ha kell, akkor a stresszhormon szintem, és a többi, és a többi. Tehát aki már volt stresszben, komoly stresszben, az mind tudja, hogy mik a konfliktus aktív fázis tünetei. Tehát ha valakinek magas a vérnyomása,
és azt mondja, hogy ő haláli nyugalommal él, hát akkor csak annyit kellene megfejteni, hogy hány lezáratlan programja van, és ez mikor kerül sínre, mert ez a magas vérnyomást biztosítja, és nyilván vannak még egyéb tényezők, amelyeknek utána lehet nézni. Nos, teszem azt, jön a konfliktus megoldása, és az egész konkrét történet egy osztálytársnőmmel, közölték, hogy hasnyálmirigy rákja van, még novemberben, és januárban közölték, hogy téves a diagnózis. El tudjuk képzelni, hogy 3 hónapig mit élt meg ez a hölgy? De nyilván a konfliktus megoldódik, és ha halálfélelmet indított el, akkor jön a megoldásban a felesleges sejteknek a lebontása, hol az exudatív fázisban. A megoldás követő fázisnak 3 része van. Az első része az exudatív fázis, utána jön az epileptoid krízis, és aztán jön a hegesedési fázis. Na most nyilvánvaló, hogy minél intelligensebbek vagyunk, annál több konfliktust fogunk megélni egyetlen becsapódáskor, mondjuk egy kis önleértékelést, birtokféltést, területkijelölést, stb. És akkor, ha megoldódik a helyzet, akkor ezek egyszerre kerülnek megoldásra, és nagyon komoly tüneteket fogunk megtapasztalni. Az exudatív fázisra, ami jellemző, a gyulladás tünetei. A rubor, tumor, kálor, dolor, funkció, lézár, vagyis, hogy piros, hogy duzzad, hogy meleg, és fáj, és nem működik rendesen. Ezt mindenki tudja, akinek volt már begyulladva az ízülete. És ezt mi kinevezzük orvosként betegségnek, és adunk rá gyógyszert, hogy meg ne gyógyuljon, illetve, hogy a tüneteket eltüntessük, mert autoimmun, ugye? És akkor adunk rá szteroidot, a szteroid meg innen visszateszi a konfliktus aktív fázisba. Nos, az exudatív fázis nem tart örökké, és ha nem élem meg konfliktusként, hogy ja Istenem, éppen gyógyulok, hanem örömmel élem meg, akkor is, ha szenvedek, mert tudom, hogy most éppen gyógyulok, nos, akkor eljutunk az epileptoid krízishez, és ez tényleg krízis, mert itt a tünetek igencsak felerősödnek. Megint lesz a hideg, lesz a kezem, lábam, felugrik a vérnyomásom, és mindenféle kellemetlenséget fogok megélni, a hörgőgörcstől az epe, vagy vesegörcsig, a mélyvénás trombózistól, a szívleállásig, vagy tüdőemboliáig, és szólok, hogy a tüdőemboliát nem a mélyvénás trombózis okozza, és a többi, nem részletezem, de tudjuk, hogy akkor itt a gyógyulásunk kellős közepén vagyunk. Igen, általában itt hívunk mentőt, bejutunk a kórházba, és ha életveszélyes állapotról van szó, akkor szükség van az ellátásra, de mitől, kitől függ az, hogy én mennyire fogok itt szenvedni? Hát nyilván csak tőlem függ, mégpedig attól, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisba. Vagyis mindenképp érdemes lenne végre bevezetni szokásként, hogy este lezárjuk békével a napjainkat. A megoldás követően a koponya CT-ben is változásokat észlelünk, mert az exudatív fázisnak a képét megtaláljuk az agyi CT felvételen, nyilván kontrasztanyag nélkül, gyönyörűen látszik, hogy ödémás hámeri gócokat mutatunk ki. Ezen a képen nem csak jobb oldalon, hanem itten az alsó, a baloldali alsó részben is láthatunk hámeri gócot beödémásodva. Onnan tudjuk, onnan, hogy több sugarat enged át, tehát sötétebb lesz a folt, mint a környezete, és ezt nyilván nem agy daganat. Na most a koponya CT elemzés szintén a 4. könyvben megtaláljuk. Itt van, hogy bemutatom még külön, hogyan segít, hogy mit tegyek, hogy jól legyek, hogyan találom a megoldást. Ebben ilyen finomságokat is fogunk találni. A hegesedési fázisban már kipréselődik a víz az agyi szintről is, szervi szintről is. Ez a kipréselődés, a víztől való megszabadulás, amit az exudatív fázisban begyűjtöttem, már az epileptoid krízis leszálló ágában megtörténik, folytatódik a hegesedési fázisban, és megint kimelegszik kezem, lábam, már jó a hangulatom, jó az étvágyam, de iszonyúan fáradt vagyok.
Hát ez a legjobb hír a világon, ha valaki már itt tart, mert azt jelenti, hogy néhány nap vagy hét választja el a teljes gyógyulástól, a teljes felépüléstől. Nos, ha ismerjük, hogy hogyan zajlik le az értelmes biológiai különprogram a két fázisban, és nem akadályozom meg ennek a kifutását, sőt, elősegítem az archaikus dallam a más studenten méhen hallgatásával, akkor el is jut a program a végére. Persze a krónikus betegségek pont abból adódnak, hogy mi elakasztjuk a gyógyulást, és erre is majd megmutatom a lehetőségeket, hogy ezt hogyan tudnánk letesztelni. Az el nem felejtendő mondat, hogy az egyetlen valóság az én megélésem. Tehát ne feledjük el, hogy mindig, de mindig ez a lényeg, hogy az egyetlen valóság az én megélése. Nem az számít, ismétlen még egyszer, hogy mi történt, hogy kirúgtak, vagy mit mondott az orvos, hanem az, hogy én erre mit éltem meg, milyen érzelmi megrázkódtatást okozott nekem az adott történet, erről is van webkonferencia anyag, nem részletezem. A harmadik természettörvényben most már megfejti Hammer doktor, hogy a két fázis alatt, konfliktus aktivitás megoldás követő fázis alatt mi is történik a szervezetünkben. Na vajon mi történik? Hát gondolkodjunk, sejtekből vagyunk felépítve, és ezek a sejtek működnek, így van. Tehát vagy sejteket szaporítok a konfliktus aktív fázisban, itt van, a konfliktus aktív fázisban, ha agytörzsi és kisagyi programról beszélünk, vagy sejteket sorvasztok, ha agyvelői, vagy agykéreg által vezetett programokról beszélünk, vagy működést módosítok, ami azt jelenti, hogy a sejtek száma nem változik, csupán a működését gátlom, fékezem a konfliktus aktív fázisban. És vajon mit csinálok a megoldást követő fázisban? Hát ennek a fordítottját. Lebontom a felesleges sejteket, visszaépítem a hiányzó sejteket, és helyreállítom a működést. Ez a világ legegyszerűbb és legcsodálatosabb egyenletrendszere, és gyakorlatilag ez történik a szervezetünkben minden esetben. Kérdés, hogy ezt felismerjük-e, vagy félre magyarázzuk a tévhiteink miatt, a meggyőződéseink, a tanult dogmák miatt. Egy nagyon-nagyon lényeges kérdés. Az, hogy mi határozza meg azt, hogy mikor építek, mikor bontok, mikor változtatok működést, azt is megfejtette Hammer doktor, mégpedig az embriológia, vagyis az egyetfejlődés ismeretével. Hát mindenki tudja már, ugye, hogy három csirralemezből alakul ki minden sejtem, minden létező szövetem, meg azt is tudjuk, hogy 7 évente az egész biológiai testem megújul, mondjuk a májunk csak csupán 2 hónapos. Szóval a három csirralemezből kialakuló sejteket bizonyos idegi központok irányítják, és ez egy életen át így is marad. Mondok egy példát. Itt van a külső csirralemez piros színnel jelölve. Láthatjuk, hogy ebből mi alakul ki? A piros baba, igen, a babának, vagyis az embernek a külső bőre, ami látható. Ez a több rétegű elszarosodott laphám. Hol van az irányító központ? Vajon hol? Az agykéregben. Változik ez valaha? Soha. Soha. Tehát megnyugtathatok mindenkit, hogy nincsenek áttétek, idézőjelbe téve, vagy metasztázis, ha így jobban tetszik. Biológiai képtelenség azt elképzelni, hogy bármelyik csiralemezből származó sejtem átalakuljon, és egy másik sejt működését vegye át. Amit áttétnek neveznek, hogy a nyirokcsomóban megjelen, mint lebontott sejt, az pontosan a gyógyulásom bizonyítéka. Ha lebontom a mellből a feleslegessé vált sejteket, és az a nyirokcsomóban kimutatható, akkor már a behűtött pezsgőt föl lehet bontani, mert éppen gyógyulok.
szabad ünnepelni. Természetesen nem mindegy, hogy mekkora szövet halmazt kell lebontson a biológián. A biológiát nem arra találta ki a teremtő, hogy hetekig, hónapokig, évekig benne csücsülök a konfliktusba, a kakiban, csak nyakig, ugye? Mert ha az orromat piszkálna, akkor talán kimennék belőle. Nem, a biológia arra lett kitalálva, hogy abban a pillanatban, amikor én életveszélybe kerülök, már is elindul a biológiai túlélő program, értelmes biológiai külön program, és vagy sejtet építek, vagy sejtet bontok, vagy működést választok. Ennyire egyszerű. De mivel az agyam nem tud különbséget tenni a valóság, az álom és az illúzió között, ezért képesek vagyunk évtizedekig le nem zárni valamit. Még mindig azon vagyok, hogy mi volt 20 évvel ezelőtt. Hát kérem szépen, az sem valóság, hogy elkezdtem ezt a webkonferenciát, mert ez már fél órája tart. Szóval a jelenlét a pillanatban az egyetlen valóság, az, amikor figyelek. Nem részletezem ezt se tovább, mert hiszen a gyógyuláshoz nem azt kell tudnom, hogy melyik sejtem, melyik csiralemezből származik, és hol van az agyi központja. A megoldáshoz azt kell tudjam, hogy érzelmileg lezárjam azt, amit érzelmileg elindítottam, ne agyaljak azon, hogy mi van a biológiában, hanem fenntartsam folyamatosan a belső békémet, a nyugalmamat és a bizalmamat a gyógyulásban. És akkor az megtörténik. A negyedik természettörvény homlok egyenest mást állít, mint amit tanítottak nekünk a biológiában, vagy a medicinában, mert Louis Pasteur-t nevezte ki a gombákat, a TBC baktériumokat, vagy gombabaktériumokat, a baktériumokat ellenségeknek, és mivel akkor az optikai mikroszkóppal nem látott minden kórokozónak nevezett mikroorganizmust, akkor azt feltételezte, hogy amit nem látunk, azok a vírusok. Nos, nem megyek bele a vírus kérdésbe, erről szó van a Lánykor és negyedik természettörvény című előadásban, illetve szintén a Mit tegyek, hogy jó legyek című könyvben. Senkit nem akarok én itt meggyőzni, de konkrét bizonyítékokat tudok felsorolni azzal kapcsolatban, hogy milyen hatások van a gombáknak, a baktériumoknak és a gombabaktériumoknak a szervezetünkben. Hammer doktor tökéletesen bemutatta, hogy a gombák itt sárga színnel jelölve, ugye, miben segítenek? Hát segítenek az agytörzsi programokban, a sejtek lebontásában. Már a konfliktus pillanatában elkezdjük őket szaporítani, ugye, hideg a kezem, hideg a lábam, szaporodnak a gombák bennem, semmi tünetet nem okoznak, de amikor megoldom a feladatot, akkor segítenek lebontani a felesleges sejteket. Tehát ha valakinek a tüdejéből gombás fertőzést mutatnak ki, az csak azt jelenti, hogy függő gyógyulásban maradt a halálfélelme. Még mindig a haláltól fél, pedig hát a tüdőről szóló webkonferencia anyagban is elmondom, meg itt is elmondom, hogy az a jó hírem vagy rossz hírem, dönts el mindenki, hogy senki nem fog meghalni, maximum frekvenciát vált, de ettől a létezése nem szűnik meg. Ezért kell tisztáznunk, hogy kik vagyunk mi valójában. Szóval a felesleges tüdőszövet lebontásában a gombák segítenek. A TBC baktériumok a kisagy által vezérelt programokban segítenek nekünk lebontani a felesleges sejteket, és ezt fogjuk megtapasztalni akár egy írha programban, akár egy aggódás miatti meldaganatban. Ezeknek nincs valami kellemes illatuk, valahogy a teremtő mellőzte a Chanel parfumot és a La Vie Belle parfumot a biológiából, tehát ezek igen illatos dolgok lesznek, és ha ezt megint bemocskoltságként, következmény konfliktusként élem meg, hát akkor körkörös gyűrű, egyfolytában benne maradok a gyógyulásban, és akár
a bőröm leprás elváltozást is fog mutatni. Néhány nappal ezelőtt láttam ilyet. A baktériumok, azok kérem, az agyvelő által vezérelt programokban segítenek nekünk. Mit csinálnak? Segítenek visszaépíteni a lebontott sejteket, és akkor azt mondjuk, hogy a foggyökér az befertőződött. De honnan a fenéből? A kislábujjamból, vagy a fülcimpámból? Hát nem befertőződött. Csókolom. Megoldottam a visszafogott dühöt, és a baktériumok segítenének visszaépíteni a lebontott anyagokat. Ja, hogy fáj! Hát ne tessék benne maradni a méregzacskóba, és akkor nem lesz genyzacskó a foggyökerem. Ennyi. Vírusok. Az ektodermális sejtprogramokban kimutathatóak lesznek, pontosan ők is a visszaépítésben. Mindig a visszaépítésben, vagyis, hogyha valakinek a mészáj sebből humán papilloma vírust, HPV-t mutatnak ki, akkor megint ünnepelhet, mert éppen gyógyul a mészájsebe, és nem ez okozza a mészájsebet. A mészájsebet a féltékenység okozza, erről is van webkonferencia anyag, tessék megnézni. És a működés változás helyreállításában a szervezetünk nem használ segítőket, hiszen az agyi parancsra történik, és agyi parancsra is fog megoldódni. A következőkben lássuk, hogy hogyan tudnánk krónikus betegségeket gyártani magunknak, mert ugye ez túl egyszerű, hogy van egy konfliktus, megoldom, azt meggyógyulok. Sokkal érdekesebb a történet, ha még egy kicsit elbonyolítjuk. Például, hogy meg se oldom a konfliktust, és akkor mondja az illető, hogy de nekem milyen konfliktusom nincs, és mégis, hát magas a vércukor szintem. Akkor mitől magas a vércukor szintem? Azért, mert folyamatosan ellenszegülök mindenre. És itt jön be az, hogy nem csak a nagy büdös DHS, a hatalmas érzelmi becsapódás az, ami elindít egy túlélő programot, hanem azok az ingerek is, amelyek az inger küszöbön felül vannak. És itt jönnek be a viselkedéseink, a reagálásaink. A nem bírom elviselni, a nehezemre esik, és a többi, és a többi, és a szarul érzem magam. Na most ebben folyamatosan benne vagyok, mi történik? A konfliktus aktív fázisban az történik, ami arra a programra jellemző. Vagy túlzásba viszem a szövetszaporulatot, vagy túlzásba viszem a szövet sorvasztást, fekélyesítést, vagy blokkolok egy működést, és nem jön helyre a vércukor szintem, vagy a lebénult izmom nem tud mozogni. Mit kell tenni? Hát feloldani a konfliktust mielőbb. Érzelmileg. Függő gyógyulás. Ez azt jelenti, hogy itt megtörtént a megoldás, de nem érzelmileg, hanem hát az élet megváltozott. Valami történt, valami változás az életemben, de elfelejtettem érzelmileg lezárni a programot, és mivel túl gyakran jönnek a sínek, az emlékeztető körülmények, ezek mindig megakadályozzák azt, hogy végigfusson a program, tehát mi lesz az, ami szembetűnő? Hát a megoldást követő fázisnak a jellemzői, tehát marad a gyulladás, a fájdalom, stb. Ezek lesznek aztán krónikus fájdalmak. A policiklikus lefolyás, erre mondom mindig, hogy ez legalább nem unalmas. Mert ugye mi történik? Beljutottam a program végéig, tessék nézni, itt a vége, fuss el véle, de nem futott el, mert nem érzelmileg zárta le, tehát újraindítja, és megint, mivel ritkábban jönnek a sínek, ezért a program mindig eljut a végéig. Vagy nem változtam semmit, meggyógyultam egy meldaganatból, és két év múlva csinálok egy újat, mert még mindig nem szoktam le az aggódásról. Vagy most éppen azt tesztelem, hogy milyen a meldaganat, ha elválasztási konfliktust élek meg. Kérem szépen, tisztán, érthetően webkonferencia van a MEL programjairól. Mi lenne, ha komolyan vennék? És el se kezdenénk. Olvasom majd a levélben, hogy mert én aggódom, de ismerem a germán gyógytudományt. Hát akkor miről beszélünk? Hát egyszer tudom,
hogy az aggódás meldaganatot okoz férfinak, nőnek egyaránt. Akkor mi a fenét aggódok még? Miért nem tudnék inkább bízni? Hát szóval, persze tudom, hogy miért nem tudunk inkább bízni, de mindenre nem tudok kitérni, amit itt most bevetitek, hiszen ennek a felvezetésnek mindig csak annyi az értelme és a lényege, hogy végre azok is, akik újonnan vannak itt most már a mindjárt 600 hallgató közül, hogy azok is a lényeget megértsék, hogy majd, amikor jön a kifejtés, a napi téma, akkor megértsék, hogy miért mondom azt, amit mondok. Szóval itt látjuk Hammer doktor táblázatát a fólián, meg itt van mögöttem, és a táblázaton a csíralemezek szerint megkapjuk a konfliktus típusokat. Az agytörzs által irányított programok sárga színnel itt találhatók a sárga mezőben, az első oszlopban. Falat konfliktusoknak nevezte Hammer doktor őket, vajon miért? Azért, mert ezekre az idézőjeles falatokra szükségem van, hogy életben maradjak, és akkor most ismétlek, tehát aki nem hallotta, most hallhatja, mi kell az életben maradásomhoz: levegő, víz, táplálék, fény és hang. És ebből három ingyen van, azért a kis táplálékért, és azért az egy pohár vízért nem kellene egymás nyakának essünk. Vagyis, ha van levegő, víz, táplálék, fény és hang, akkor te meg kéne nyugodnom, hogy az életem, az életben maradásomhoz minden, de minden körülmény biztosítva van, vagyis akkor nem indítok el feleslegesen újabb meg újabb dolgokat. Ha tudom a programnak a lefutását és milyen tünetek érkeznek, nem érnek ezek váratlanul. Tehát alapszinten érdemes megismerni a germán gyógytudományt, és főleg azokat a programokat, amelyekben érintettek vagyunk. A levegő falat nyilván, hogy tüdő szövetszaporulatot indít el. Na de mi van a vízfalattal? Hát vízhez hozzájutunk. Vízben nincs hiányunk, hál' Istennek, Kárpát-medence teli van vízzel, exportra is jut. Szóval, amikor én a magányt élem meg, az elhagyatottságot, a kirekesztettséget, a társas magányt, a kórház konfliktust, az egzisztenciális konfliktust, a menekültségi konfliktust, ezek mind-mind olyan érzést keltenek bennem, amit egyetlen szóval úgy nevezek meg, hogy magány. De értettük, hogy mennyi minden tartozik ide. És bármelyiket ezekből megélem, lezárom a vizelet kijutását a szervezetből, ez a vesegyűjtő csatornák sejtjeinek a szaporításával történik, és bent marad a víz a szervezetemben. Tehát amikor dagad a bokám, az nem azért dagad, mert szívelégtelenségem van, mert nem a szívünkkel pisilünk, legalábbis én biztos nem. Az azért van, kérem szépen, mert a békjó konfliktust, vagy azt, hogy képtelen vagyok kilépni, kiugrani ebből a helyzetből, amiben vagyok, ezt magányosan élem meg. És a többi, van öt előadás erről. Azért lényeges a víz visszatartását el se indítani, mert ebbe fogunk belepusztulni. Ez a legsúlyosabb dolog, amit önmagunk ellen elkövethetünk. Amikor annyi, de annyi ismeretünk sincs, hogy az egész világegyetem holografikus, vagyis mindenki mindenkivel mindig kapcsolatban áll, nyilván azokkal, akikkel hasonló rezgés szinten vagyok, és ezért nem mindegy, hogy hol tartok, és tehát magányos soha nem lehetek, mint a partra dobott hal. De azt teszem, ha ezt az érzést ébresztem fel magamban, mint a partra dobott hal, lezárom a víz kijutását, hogy túléljek. Csak emlősként ebben mind belehalom. A kisagy.
A Kisagy által vezetett programok itt vannak a narancssárga oszlop első részében. Itt is először szaporítom a sejteket, majd lebontom, ugye TBC baktériumokkal. A támadási konfliktusok. Vélt vagy valós támadásokról beszélünk, mert senki nem kell engem megverjen, csak félnem kell attól, hogyha kilépek a kapun, akkor valaki engem megtámad. Csak a déli határ mentén kell lakni, és félnem attól, hogy átszöknek a kerítésen, és megtámadnak minket. Ez elegendő ahhoz, hogy elindítsam a kisagyi programot, a támadási konfliktust, és felszaporítsak olyan mértékben sejteket, hogy elképesztő. Van erről is webkonferencia anyag. A bemocskoltság, az is vélt vagy valós bemocskoltság, és nem csak annyit jelent, hogy az emeletről a fejemre dobták a teli bilit, hanem azt jelenti, hogy a becsületemet bemocskolták, hogy a hátam mögött sutyorognak. És akkor IRHA programot indítok el, nyilván egy szép melanomát tudok ebből építeni, ami szintén meggyógyul, leszárad és leesik magától, ha lezártam a programot. Gondozási konfliktus azt jelenti, hogy kimondom úgy, ahogy gondolom, hülyére aggódom magam. Nagyon várok már egy levelet, hogy valaki megírja, hogy annyira, de annyira aggódtam, hogy ezzel csak, hogy aggódtam, megoldódott a probléma. Igen, és közben csináltam egy meldaganatot. Akár férfi, akár nő vagyok. Szóval nem kellene ezekkel a dolgokkal foglalkozni, és a vitákkal, meg a veszekedésekkel, mert azok is meldaganatot fognak építeni. A kezűség, vagyis a biológiai kezűség, lateralitás, kinek hogy tetszik, az a narancssárga oszlopra és a piros oszlopra érvényes. A sárga oszlopnál, a falat konfliktusoknál teljesen mindegy, hogy biológiailag jobb vagy balkezes vagyok. A kezűség kérdését is a kisagyi programoknál részletezem. De annyit tudni kell, hogy a világot a biológiám két részre osztja, jobbkezesnek a világgal kapcsolatos konfliktusa a jobb oldali tünetet, balkezesnek a világgal való konfliktusa baloldali tünetet fog okozni, ezt úgy hívjuk, hogy partner oldal. A másik oldal, tehát jobbkezesnek balkezesnek jobb oldali tüneteket, az anya-gyerek önmagammal kapcsolatos konfliktusok fognak okozni, és hát itt ugye feltevődik a kérdés, hogy de ki az én anyám, és ki az én gyermekem. Ugye az, akit úgy szeretek, mintha az anyám vagy a gyermekem lenne, vagyis nem a genetika dönti el, hogy ki az anyám, és ki a gyermekem, hanem a kötődés, és az érzés, és a szeretet. Na ennyit a genetikailag öröklött betegségekről. Arról is van webkonferencia anyag. Az agyvelő által okozott programok, a narancssárga oszlop második részében, alsó kétharmadában foglalnak helyet. Központ az ugye az agynak a fehér állománya, vagy agyvelő. Itt is ugye vannak szürke magvak, vagyis idegközpontok, ahova az önleértékeléssel kapcsolatos érzések, félelmek, negatív érzések fognak becsapódni, és az egyenletet itt olvashatjuk, önleértékelés, egyenlő önpusztítás, ezt tessenek megjegyezni, tehát mit csinálok konfliktus aktív fázisba, pusztítom magamat tünetek nélkül, és megoldásban jön a fájdalommal való gyógyulás, csont, ízület, izom, osztó, gyűjtő, nyirokér, kötőszövet és zsírszövet. Csak a zsírszövet visszaépítése nem jár fájdalommal, ezért az elhízás nem fáj. Az agykéreg által vezérelt programokat itt találjuk a piros oszlopban. A felső háromnegyed részben a sejtekre vonatkozó, az alsó részben pedig a működésváltozásra vonatkozó programokat találjuk. Itt van szó az elválasztási konfliktusokról. A birtok konfliktusok, a birtokzónán kívüli konfliktusok és a működésváltozások. Ennyit röviden, tömören weblapon ezekről lehet olvasni, és a
valakit ez érdekel, akkor elegendő információt kap róla. Most az előbb láttuk a tudományos táblázatot, itt pedig bemutatom az útmutatót az egészséghez című könyvet, vajon miért. De azért mutatom be, mert itt kérem szépen a táblázatot teljes egészében megtaláljuk. Benne van Hammer doktor tudományos táblázata, de benne vannak a krónikus elakadt lefolyások is magyarázatokkal, a konfliktusoknak az elemzése, és az akadémikus diagnózisnak a germán gyógytudomány szerinti elemzése, és pont ez segít abban, hogy megértsük azt, amit az akadémikus orvos állít, hogy ott valójában akkor miről beszélünk. Ennek a könyvnek a megírását Hammer doktor temetésén ígértem meg, ott a sírja mellett, és nagyon örülök, hogy elkészült. Gyakorlatilag az egész medicina benne foglaltatik, de mindenképpen a gondolkodást, ami ahhoz szükséges, hogy megértsem az akadémikus orvoslást, hogy lássam abban is azt, hogy miről van szó, ezt mindenképpen, azt a gondolkodást az egész könyv elolvasása után bárki elsajátíthatja, és ez egy nagyon lényeges dolog, mert ameddig a gondolkodásunkon nem változtatunk, addig semmi, de semmi nem változik. Itt van a negyedik könyv, amiről már szóltam, hogy mit tegyek, hogy jó legyek, és ebben a könyvben már az élettani tanulmányaim alapján írom le a germán gyógytudomány felfedezéseit, mégpedig arról van szó, hogy az ingerküszöb fölötti inger hogyan indítja el a teljes biológiai programot, és ezért jutunk oda, hogy én nem találom a konfliktusomat. Tessenek megnyugodni, a konfliktust azt megéltük, de viselkedéséről van szó, és az csupán az ingerküszöb fölötti ingert fogja elindítani, ezért nem veszük észre azt, hogy a tanult minták, a megszokások uralkodnak rajtunk, és ezért mondjuk ellenszegülésben élem az életem, és cukorbeteg vagyok, vagy éppen az a programom, hogy nem bírom elviselni, benne van az előadásban. Elválasztási konfliktus, krónikus bőrprogramot fog elindítani, aminek a kellemetlen következménye az is, hogy eljutok az elbutuláshoz, az Alzheimer korig. A bosszankodás az, kérem szépen, mintha kötelező sport lenne, lehet, hogy fel kéne venni az olimpiai játékok közé, hogy ki tud jobban bosszankodni, mert a tapasztalat az, hogy ez valahogy nem hiányzik senki életéből, illetve nagyon sokan mindennel kapcsolatosan így reagálnak, és akkor csodálkoznak, hogy máj, epe, hasnyálmirigy programjaik vannak. Szóval a bosszankodás és rágódás 12 biológiai következménye című előadásból még megoldási javaslatokat is fogunk találni. Az aggódásról már szóltam, és a féltékenységről is szóltam, ugye Mészányák a hártya programot indít el. A makacság viszont, hát az egy nagyon, hogy mondjam, egy turbó érzés a makacság, ami felerősíti azokat a tüneteket, amelyek már valójában léteznek. Erről is van előadás, és amint mondtam, a magányról legalább 5 előadást fogunk találni. Nos, az 5. természettörvény az a legegyszerűbb megérteni, megfigyelni, elfogadni, mert elég, ha kinézzünk az ablakon, és mindenki megállapíthatja, hogy minden, ami él, az élni akar, minden élőlény a túléléséért küzd minden nap, legyen szó növényről, állatról, vagy emberről, teljesen mindegy. Tehát
Minden, ami a szervezetünkben történik, annak értelme, biológiai értelme van, ez pedig a túlélés és a faj fenntartása. Úgy gondolom, ennek bizonyításához sem állatkísérletek, sem statisztikai kimutatások nem szükségesek. És akkor foglalkozzunk a tévhiteinkkel és az önsorsrontó hiedelmeinkkel, és ismételném is azt a mondatot, amit a bevezetésben már elmondtam, mert most már szépen megtelt a terem. Az, ahogyan önmagunkra és a világunkra gondolunk, a tanult ismeretek alapján. A tanult ismeretek alapján. Itt van a dolognak a lényege. Mikor fogom átírni a tanult ismereteimet? Ez egy nagyon-nagyon alapvető kérdés. A tanult ismeretek. Mikor fogom őket átírni? Mert ameddig elhiszek mindent, amit tanítottak, mert hát a tanár azt mondta, akkor úgy van, addig tudományosan szenvedni fogok. Ezek az ismeretek irányítják a gondolatainkat, az érzéseinket, és ezek fogják meghatározni a döntést, a cselekedetet, vagyis az egész életünket. Ezzel legyünk tisztában. Nézzünk néhány példát önsorsrontó hiedelmekre. Hát ugye az első és legfontosabb dolog mi az, hogy rák egyenlő halál. Hát kérem szépen, jó lenne ezt a germán gyógytudomány ismeretében most már teljesen, de teljesen átírni, mert egyszerűen nem tudom, hogy aki megismerte az öt természet törvényt, az egyáltalán hogy maradhat ilyen tévhitben, ilyen meggyőződésbe, hogy rák egyenlő halál. Ha elhiszi, akkor nyilván, hogy bele is fog halni, de ezen segít az öt természet törvény. És hát akkor itt bejön a hipokondria, hogy félek a betegségektől, nem csak a ráktól, minden betegségtől, tessenek a germán gyógytudományt megismerni. Ugye szóltam már, hogy áttétek nincsenek, de arra jó, hogy a beteg elveszítse az összes reményét, ami még addig volt a gyógyulásban, és ez ugye egy végzetes gondolat, ha jól belegondolunk, ha elhiszi valaki, hogy teli van áttétekkel. Az egyik egyszerű parasztasszonyt megoperálták hasnyálmirigy rákkal, tudta, hogy súlyos beteg. A műtét annyiból állt, hogy megnézték és összevarták, és megkérték az orvost, hogy mondja azt a betegnek, a hozzátartozók megkérték, hogy a műtét sikerült. És ez a beteg örömében meggyógyult. Igen, 6 hét múlva nyoma nem volt a hasnyálmirigy ráknak. Konkrét történet, ismerem az illetőt, beszéltem vele konzultáció. Tessenek már megérteni, hogy a félelem az egyetlen halálos betegség. És ha a félelem megöl, akkor az öröm meggyógyít. Ugye jönnek a kényelmesek és a szkeptikusok, azt mondja, hogy az orvos jobban tudja. Tényleg? Én nagyon örülök, hogy kiléptem abból a rendszerből, amiben dolgoztam, és ennek már több mint 10 éve. Azért léptem ki, mert rájöttem arra, hogy nem arra tanítottak, hogy hogyan kéne a betegeken segíteni, hanem arra tanítottak, hogy hogyan kéne a gyógyszeripar bevételét tovább növelni. És nem számít, kérem szépen, a beteg. Akkor sem, ha a beteg történetesen orvos, az se számít. Kérem, ahol a pénz az egyedüli érték, ott az ember az nem számít. És elnézést kérek minden kollégától, aki hittel teszi azt, amit tanítottak. Őt még nem lehet hibáztatni.
De aki már hallott a germán gyógytudományról, és ennek ellenére azt teszi, amit a protokoll, a szent protokoll előír, ott kérem szépen, hatalmas problémák vannak, lelkismereti problémák is lesznek, és a fagyi visszanyal, mert mindenki megkapja aztán a megfelelő tanítást. De ha én azt mondom, hogy hát én, nekem nincs arra időm, hogy germán gyógytudománnyal foglalkozzak, az orvos ezt tanulta, ezt jobban tudja, és akkor csinálom azt, amit mondanak. Hát akkor ez van. Akkor kérem szépen, ez van. Tessenek megérteni. És akkor jön a nagy magyarázat, hogy azért vagyok beteg, mert. És akkor itt még 3 órán keresztül tudnám sorolni, hogy miért vagyok beteg. Az azért vagyok beteg, mert után egyetlen egy valós magyarázat van, mert benne maradtam a konfliktusban. Ennyi. Hát ha csak nem balesetért, ha csak nem olyan helyen lakok, hogy sugárzásnak kitett hely, mondjuk transformátor van az ablakommal szemben 1 méterre, vagy a hatalmas feszültséggel rendelkező távkábelek alatt lakom. Szóval azért vannak környezeti tényezők, amelyek ártalmasok, de az nem a germán gyógytudomány tárgyköre. Azért vagyok beteg, mert. Mert ilyen az ellátás, mert nem kaptam időben időpontot, mert nem voltam rendesen kivizsgálva, mert nem vittek idejében orvoshoz, mert. Ez fantasztikus pokoli szerep, ez ugye a bűnbak szerep, mindig keresem, hogy ki a hibás, míg az előzőben, hogy az orvos jobban tudja, én ott áldozat vagyok, én nem tehetek róla, hát nekem ez dobta a gép. Hát ugye a mi családunkban így szokás, és ezek pokoli szerepek, amelyekből, ha kilépünk, áldozat megmentő bűnbak szerepek, már nincs szükségünk a germán gyógytudomány tesztelésére. Szóval, és akkor jön a magyarázat, hogy azért nem gyógyulok meg, mert, na vajon miért, mert még nem találták fel a gyógyszert. Hát a gyógyszeriparnak nem is az a célja, hogy megoldást hozó molekulákat találjon föl, mert hát akkor abban nincs üzlet, ha valaki meggyógyul, abban van üzlet, ha egy életen átszedi a gyógyszert, nem? Sőt, abban van a legnagyobb üzlet, hogy előbb megbetegítem a beteget, és utána gyógyítom, hogy meg ne gyógyuljon. Na, ez az igazi nagy buli, és hogyha az a bizonyos gyógyszer semmi, de semmi hatással sincs, akkor is beszedi a beteg, miért? Hogy ne legyen rosszabbul. Mert azt mondták, hogy neki ezt egy életen átszednie kell. Kérem, nincsen olyan, hogy egy életen átszedni kell valamit, ha csak nem valami olyan elváltozást hoztak létre a szervezetében, ami miatt tényleg valamit szedni kell, de itt most nem a kivételekre megyünk rá, hanem arra, hogy a ráknak az ellenszerét is most már nagyon közel vannak hozzá, hogy megtalálják, és tetszenek tudni, hogy mi lesz ez. Hát nyilván, hogy egy oltás. Hát nem, most már mindenkinek van tapasztalata az oltásokban, tehát készüljön föl, hogy rák ellen oltást fognak adni. Hát már annak, aki ezt elfogadja. És akkor jön az, hogy életmódot változtatok. Hú, ez nagyon jó. Hát én életmód tanácsadó terapeuta is vagyok, mint természetgyógyász, ebből vizsgáztam, kérem szépen, jelesre. És akkor miről szól az életmódváltás? Hát mindenről, aminek köze nincsen ahhoz, hogy fel kéne oldani a konfliktust. Mindennel foglalkozunk, csak a konfliktussal nem. Bevezettem azt, hogy reggel fölkelek, hogy sportolok, hogy kocogok, hogy kirándulok, hogy én időt fogok magamnak biztosítani, mert ugye, hogy ne legyek túlhajszolva. Nagyon jó dolog.
mindenkinek javaslom. Csak hogy a túlhajszoltság az nem a fizikai túlhajszoltságot jelenti csupán, hanem az érzelmi túlhajszoltságot. Fizikailag én nem voltam túlhajszolva, csak érzelmileg is 29 évvel ezelőtt majdnem leállt a szívem. Akkor voltam utoljára beteg, azóta egészséges vagyok. És akkor gondolkodtam el először azon, hogy itt valami nem stimmel ebben az orvostudományban, mert reggelre a kardiológián semmi, de semmi tünetet nem találtak. Éjjel fél háromkor meg majdnem elpusztultam. Szóval életmódváltás. Nagyon tudom ajánlani. Ez mind nagyon jó, ha kimászunk a mókuskerékből, ha olyan munkát fogunk végezni, amiben örömünket lejjük, ha szakítunk időt a kikapcsolódásra, a mit tudom én, olvasásra, nyelvtanulásra, stb. Ezek, én nem ellene vagyok ezeknek, csak egy nagy figyelmeztetés. Ennyi még nem elegendő a gyógyuláshoz. A gyógyuláshoz a konfliktust kell megoldani, illetve a szokásomon kellene változtatni. Aztán rossz indulatú sejtek. Jaj, ne tessék engem csiklandozni, hogy rossz indulatú sejtek. Minden sejtet mi magunk termelünk a szervezetünkbe. A biológiában nincs rossz indulat, csak az emberek fejében. Ahogy minek nevezik, hát kérdezzük már meg ezeket a sejteket, hogy ők minek nevezik magukat. Biztos nem rossz indulatúnak. Biztosan kényszerpályán kellett nekik másképpen alakulniuk, mint amilyennek lennének, mondjuk akkor, amikor megoldás követő fázisban leukémiáról beszélünk. De ezek nem ölnek meg minket. És akkor jön a másik nagy tévhit, hogy mert nem voltam szűrővizsgálaton. Tényleg? Most valakinek el kell menni évente emlővizsgálatra? Ugye, hölgyeim, milyen kellemes, mikor a mellünket úgy jól összenyomják. És hát ha addig nem éltem meg támadást a mellem ellen, hát akkor biztos az lesz az érzésem, vagy uraim, aki a prostatát, ha nem nézik meg évente, hát akkor ki tudja, mi lesz. De ha megnézzük a prostatáról szóló előadást, akkor talán nem kell szűrővizsgálatra járni, hanem az ahhoz kötődő konfliktusokkal, illetve életfelfogással kezdeni valami mást. És ha mindentől szarul érzem magam, akkor hiába megyek évente vastagbél tükrözésre, vagy széklet vizsgálatra, hogy nincs-e bennem rák. Nem ez fogja eldönteni, hogy vizsgáltak, vagy nem vizsgáltak. Az fogja eldönteni, hogy mikor leszek hajlandó megtalálni a kakiban az aranyat. Nálunk a családban mindenkinek ez a baja. Hát nem? Hát de, hát. És vajon miért az a baja mindenkinek, hogy cukorbeteg? Vagy miért mindenki szívinfarktusban halt meg? Hát azért, mert az ehhez kötődő, az ide vezető túlélő programokat másoljuk. A gyerek másolja a felnőtteket, a nagyokat, mert azt hiszi, hogy ahhoz, hogy életben maradjon, neki is ugyanazt kell csinálni. De a ikerkutatások bebizonyították, hogy egypetélyű ikreket, ha egyiket egyik családhoz, másikat másik családhoz adták, akkor azokat a betegségeket fogják csinálni, ami a családra jellemző, mert a viselkedést másoljuk. Na és itt jön az, hogy ez nem egy tudatos dolog, tehát jó lenne végre valamit másképp csinálni, mint eddig. Teljes reménytelenség. Van a diagnózis sok, és akkor jönnek a következménye. Hát kérem szépen, idézek egy levélből, következőképpen szól. A doktornő megmutatta a felvételt, már is a koponyacétét, és nagy hullám, pillanat, és fény nagy foltokban a fehér állomány besötétedett. Ezt írja a beteg a levelében. Kérdésemre, hogy mi várható és lehet segíteni az elhalt sejtek eltávolításában? Válasz az, hogy a többi is elhal, és én meg elbutulok, nem tudok érthetően beszélni, és csak záporoztak rám a negatív megállapítások,
Sajnos nagyon váratlanul ért és kegyetlen módon. Lehet, hogy csak fel akart készíteni a várható eseményekre, de ez kegyetlen módon történt. Kérem szépen, aki nem csak hallott az öt természettörvényről, hanem magáévá is tette, annak mondhatnak bármit a rendelőbe. Azt írja, doktor úr, én meg akarok gyógyulni és élni normálisan az életem, már a gerinc fájdalmaim lassan csillapodtak, központosítással megszelídültek, szinte elhaltak. Május 9-ét, tehát két héttel ezelőtti webkonferenciát hallgatva, egy csodálatos, nyugodt, fájdalommentes éjszakát éltem meg. Akkor mi van? De jött a 10-én a doktornő diagnózisa, és mindent összetört. Hát akkor ez egy nagyon jó teszt volt ahhoz, hogy milyen erős a hitünk azokban a dolgokban, amiket ezekben a webkonferenciákban hallunk. Mennyire fogadjuk el? Csak addig fogadjuk el, mi kellemesen érezzük magunkat tőle? Vagy akkor is emlékezünk rája, mert ez is egy rája fajta, amikor újabb konfliktusoknak vagyunk kitéve. Kérem szépen, egy ilyen diagnózis sok, ez egy fantasztikus teszt. Igen, letesztelte a doktornő, hogy a beteg mennyire hisz, vagy nem hisz a gyógyulásában. Mennyire hisz, vagy nem hisz a biológiájának az értelmes működésében. Úgyhogy nem folytatom az idézetet, csak felkészítek mindenkit arra, hogyha bemegy az orvosi rendelőbe, akkor ott ne kezdje azzal, hogy ő germán gyógytudomány szerint szeretne meggyógyulni. Már is szerzett magának egy rossz pontot. Hanem tegyen fel értelmes kérdéseket, ha ismeri a germán gyógytudományt. Ha nem, fogadjon el mindent, amit mondanak, és mikor kijön, majd átgondolja. Amit mondanak, de nem, nem azokat a dolgokat, amit meg akarnak csinálni. Nem kell invazív vizsgálat ahhoz, hogy a diagnózis tisztázzuk. Jó. Tehát diagnózis sokról van külön webkonferencia. Jönnek a spirituális megközelítések. Hát, ha eljutnék Indiába, Tibetbe, gurukhoz, akkor meggyógyulnék. Erre csak egy példát tudok mondani, mégpedig a vakembernek a gyógyulása. Ugye Tímeusz fia, Bártimeusz, a vakember ott ül az útszélén, mikor a mester a tanítványokkal arra jön. Odaugrik eléje a vakember, és azt mondja, hogy kéri a gyógyítást. És erre a mester válaszol, hogy mégis mit szeretnél. És a válasz az, hogy lássak. És mit mondott erre a mester? Hited meggyógyított téged. Persze volt egy kis showműsor, egy kis sarat kentünk a szemre, meg ilyenek. De azok az emberek, akik más embertől várják a gyógyításukat, azok ne reménykedjenek ebben, mert nem a másik ember betegítette meg, hanem ő magát. Abban tudok segíteni, hogy hogyan mászom ki a pokolból, és hogyan teremtse meg a belső békéjét ahhoz, hogy meggyógyuljon. Tehát a rengeteg kézrátételes és egyéb módszereket alkalmazó idézőjelbe tett guru van a világban. Hát ezek szélhámosok, és nyilvánvaló, hogy ha bármilyen javulás is bekövetkezik átmenetileg, mert az illető elhitte, hogy most megtörtént a csoda, ugye, aztán hazamegy, és visszajut azokba a körülményekbe, amelyekből elindult, valahogy a csodának a hatása is elszállít a tömnyén füst. Na most, ha megismerem az előző életeimet, ugye, vannak ilyenek, akkor megértem, hogy miért vagyok beteg. Hát nagyon kemény történet, a regresszív hipnózisba egy pszichológus belehalt. Pedig, hát volt áttételesen kapcsolatom vele,
de hát nem volt hajlandó azzal foglalkozni, amit javasoltunk, ő inkább elment regresszív hipnózisba, hipnózisra, és ott halt meg a kollégának a vizsgáló ágyán. Vannak elvonulások, amelyek nagyon jó dolgok. Elvonulunk, kikapcsolunk, elszakadunk a világtól, lemegyünk a sinekről, ott pozitív dolgokkal foglalkozunk, és mi a helyzet? Mi lesz, mikor visszajövünk? Okoz ez tartós változást az életünkben? Segített a konfliktusom lezárásába? Akkor aláírom. Menjünk el. De hogyha ez csak annyira volt jó, hogy amíg ott voltam, nem voltak tüneteim, és mikor visszajöttem, akkor rá 3 hétre frekvenciát váltottam, akkor ott azt jelenti, hogy valami nincs rendben. Konkrét történetekről beszélek, nyilván nevek említése nélkül. Előző életek átélése. Ugye mondtam, hogy az agyam nem tesz különbséget valóságállom és illúzió közt. És én újra átélem az előző életeimet. Az most fog engem megbetegíteni. Ilyen őrültséget ne csináljunk. Vagy a konfliktus lezárásakor, vagy a múltam lezárásakor újra élem, újra megélem azokat a dolgokat, amit egy gyerekkoromban már elszenvedtem. Nem erről szól a vádlista elkészítése csokkolom. Nem. Pont a fordítottjáról. Akkor olyan is van, hogy újra játsszuk a megszületésünket. Hát én nem tudom, de valahogy nekem ehhez nincs kedvem. Örülök, hogy azon a csövön én akkor kijöttem, úgy, ahogy kijöttem, hogy elkezdtem lélegezni, és aztán onnantól kezdve a megszületésem, a biológiai reinkarnációm se valóság, hiszen már itt vagyok jó néhány éve, és hát az agyamban létezik az, hogy XY éve itt vagyok ezen a bolygón, de valójában a testem összesen 7 éves, ezt is már az előzőkben elmondtam. Tehát jó lenne, ha ezzel foglalkoznánk, hogy a pillanatban éljünk, és ne ilyen dolgokkal foglalkozunk, mert hogy ha rendbe teszem a születésemet, születésem óta vagyok beteg állítólag, ugye volt ilyen, hogy születése óta epilepsziás a kislány, aztán kiderült, hogy nem gyógyíthatatlan epilepsziáról beszélünk, hanem azóta már meggyógyult. Szóval ennyi. Na most, ha csak annyit teszek, hogy hallgatom a My Student terméken, nagyon sokan esnek ebbe a tévedésbe. Kérem, ott van a 4. pontban, hogy missing link, vagyis hiányzó láncszem, vagyis az archaikus dallam, Hammer doktor csodálatos gyógyító dallama nem fogja helyettem jobban szeretni az anyósomat. Nem fogja jobban szeretni a főnökömet. Nem fogja helyettem lezárni a múltamat, se a konfliktusomat. Segít a biológiának rezgés szinten. Nézzük meg a Szeretlek is, meg nem is című előadást. És akkor minden, de minden rendben lesz. A archaikus dallamnak a hallgatása tehát nem elégséges. Na most, ha megváltoztatom a táplálkozásom, ez itten a legjobban futó hiedelem, hogy akkor majd meggyógyulok. Kérem szépen, senki se attól betegedett meg, mert eddig még nem ivott búzafűlevet, vagy nem evett algákat, vagy azért betegedett meg, mert húst hússal evett. Nem. A lezáratlan konfliktusa miatt betegedett meg. És ha azt gondoljuk, hogy bizonyos táplálékoknak a megvonásával én majd meggyógyulok, hát akkor nagyon rossz hírem van. Volt, aki ebbe belehalt. Olyan mértékben sorvasztotta le a testét, mert a cukor az ugye méreg, igaz, hogy szénhidrát nélkül nem működünk, mert a só az méreg, igaz, hogy só kell az agyamnak a működéséhez, de klórra, meg fluorra
semmi szükségem nincs, tehát a flóros fogkrémet, meg a flóros vizet kellene esetleg kiiktatni. Elképesztő, ez egy 3 órás előadás anyaga lehetne, hogy a táplálkozással kapcsolatosan mennyi tévhitünk van. De nem megyek a részletekbe, de mondjuk, ha valakinek légúti baja van, és teját iszik, hát így a teját semmi gond. Köptető dolgokat lehet venni, lehet inni, és lehet segíteni, támogatni a biológiát. De ne feledjük el, hogy a megoldás követő fázisban állati fehérjére van szüksége. Tegyük félre a táplálkozáshoz kötött vallási meggyőződéseket. Mert már vallást csinálunk abból, hogy mit eszünk, meg mit nem eszünk. És imádom azt a képet, ahol a pincérnél rendelni szeretnének a vendégek, és azt mondják, mi nem eszünk húst, nem eszünk kenyeret, ezt, azt, mit tudna nekem rendelni? És erre a pincér egy taxit. Szóval az étel allergiákról, meg egyáltalán az allergiákról van külön előadás, és tudjuk jól, hogy az étel allergiák csak azért jelennek meg, mert egy bosszankodáshoz kötött sín az az étel, ami nekem problémát okoz. Olyan speciálisan megjegyzi a biológiánk, hogy lehetséges, hogy mindenféle vörösbort meg tudok inni, csak azt az egyfajtát nem. Miért? Mert amikor azt ittam, akkor valami hatalmas bosszúságon örlődtem, és locsoltam egy bizonyos borral, vagy éppen akkor szénhidrátot tettem, vagy tejet ittam, vagy teljesen mindegy, hogy mit. Amikor lezárom a táplálékhoz kötött bosszúságom, amikor rászokok végre arra, hogy az evés alatt nem nézek tévét, nem olvasok újságot, nem bosszankodom, hanem figyelek az asztalra, és örömmel tölt el, hogy van mit tegyek, na onnantól teljesen más kép fog kinézni a táplálkozásom. Tehát, ha megváltoztatom a táplálkozásomat, attól még nem fogok meggyógyulni. Ha nem tudok meggyógyulni, mert nincs senki körülöttem. Itt megint jön megint egy gyönyörű áldozat szerep, valaki segítsen már. El kell mondjam, hogy Réka a meldaganat, petefészekrák, pajzsmirigyrák és szklerózis multiplexből 2 hónap mankó úgy gyógyult meg, hogy senki nem volt mellette. Még engem sem ismert. De lezártam minden estéjét békével, feloldottam minden félelmét, amit aznap megélt. És ez elegendő volt ahhoz, hogy 3 daganatból és szklerózis multiplexből meggyógyuljon. Tehát nem az a kérdés, hogy ki van mellettem. Sőt, ha anyámmal kapcsolatos a konfliktus, és kiszolgáltatott vagyok, ágyba fekvő beteg, és anyám az, aki ellát engem, akkor talán nem kéne kinevezem anyámat hibásnak, hanem meg kéne köszönjem neki, hogy kitörli a fenekem. Talán végre helyre kéne tenni az emberi kapcsolatokat, megfelelő kommunikációval, szívtől szívig kommunikációval. Na, ez is egy megoldási kulcs, ami a 3 napos képzésen kerül szóba. Újabb tévhit, a gyógyuláshoz meg kell tanulnom a germán gyógytudományt. Hát van, aki ezt hirdeti, és akkor mi történik? Hát sok okossággal együtt fogok frekvenciát váltani, vagy tudományosan szenvedek tovább. Értsük meg, a konfliktust érzelmileg kell feloldani, és nem gondolatilag. Érzelmileg. Megtanulhatom az egész tudományos táblázatot, de nem tanulok meg kommunikálni a családommal, és újra meg újra fogom ugyanazt a konfliktust csinálni, már csak szokásból is. A sineket nem kerülgetni kell, hanem a sinekért hálásak kell legyünk, hogy vannak, és figyelmeztetnek arra, hogy mit nem oldottam még fel. Költözhetek én a világ másik pontjára, viszem magammal a fel nem oldott konfliktusaimat. Úgyhogy
jó lenne, ha tisztában lennénk azzal, amit Hammer doktor mondott, hogy a germán gyógytudomány azoknak szól, akiknek szívük és józan eszük van. A józanész, a logikus gondolkodás kell az összefüggések felismeréséhez, elfogadásához, a szív pedig kell az érzelmi lezáráshoz. Mi tovább is van, mondjam még. Na, én mindenkivel békében élek, hányszor hallom, mégis beteg vagyok. Mit tetszenek szólni ehhez a kijelentéshez? Ezek idézetek levelekből, meg konzultációkról. Igaz ez? Messze menően nem. Kérem szépen, a biológiám unalmában nem betegíti meg magát. Ezt jegyezzük meg. Tehát, ha tünetem van, elakadt gyógyulásom van, akkor azt jelenti, hogy valami ott nincs rendben. És hogy mi az a valami? A tünet hajszál pontosan megmutatja. És ha nem találom a konfliktusomat, mit tudok tenni? Nem tudom, hogy mikor éltem én azt meg, hogy ittam a tejet, vagy ettem valami tejterméket, és bosszankodtam. Mert már 4 éve van laktózintoleranciám. Akkor mit tudok csinálni? Ja, feleslegessé teszem a konfliktust. Tessenek megnézni a laktózintoleranciáról szóló 3 perces riportot, és megértjük, hogy mit jelent az, hogy feleslegessé teszem a konfliktust. Én nem tudok megváltozni. Hát, kérem szépen, az élet és az életben maradás arról szól, hogy képes vagyok-e folyamatosan változni, alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Aki nem hajlandó változni, az ebbe fog belepusztulni. Tehát aki nem hajlandó az aggódását lezárni, az nyugodtan számíthat a meldaganatra. Aki nem tudja a bosszankodását lezárni, tehát nem tud megváltozni, nem tud nem bosszankodni mindenen, az frekvenciát vált az EPE programjába. Sajnos erre is van, hát konkrét példám. A legaranyosabb az, hogy majd, ha az anyósom elpatkol, minden rendben lesz. Hát, ki a hibás? Hát az anyósom. És mi lesz, ha nem lesz anyósom? Akkor még mindig nem a hibást fogom keresni. De bizony. Ha nem ő lesz a hibás, lesz más a hibás. És továbbra is fájni fog a jobbkezesként a jobb, balkezesként a bal csípőizletem, mert ezt a vénszipirtyót nem lehet elviselni. Ha ő frekvenciát vált, majd jön helyette más. Mert addig fognak ezek a programok fennmaradni, sőt, egyre súlyosabban jelentkezni, ameddig nem vagyunk hajlandók ezt a tanítást végre elfogadni és megoldani. Hát, kérem szépen, jön olyan is, hogy nincs pénzem, nekem nincs pénzem a gyógyulásra. Voltam már 3 ingyenes előadáson, de tanfolyamra nincsen pénzem. Kérem szépen, tessék fel a weblapot akkor végigolvasni, az egy aranybánya, és nem egy olyan esetet találunk, akik leírják, hogy úgy gyógyultak meg, hogy nem voltak se tanfolyamon, levelet se írtak, konzultáción se voltak. Megnézték a róluk szóló webkonferencia anyagot, és egyszerűen megértették, hogy mit kell tenniük ahhoz, hogy meggyógyuljanak. Ha figyelünk, akkor ezt meg lehet találni ezekben az előadásokban. Na, de megint keresek egy megmentőt, 3. szerep, áldozat, megmentő, bűnbak. Csak mondom a pokoli szerepeket, kell nekem egy megmentő, járó pszichológushoz analízisre. Hát Amerikában mindenkinek kell legyen legalább egy ügyvédje, meg egy-két pszichológusa, mert hát ha nincs, hát akkor mi az? Hát hogy néz az ki, hogy nincsen pszichológusom? És hát a pszichológusnak az a célja, hogy minél többször visszamenjek. Én meg azt hirdetem, hogy nálam nem lehet bérletet venni, én egy konzultációban elmondom, hogy mit kéne megtenni, aki megteszi jó, aki nem teszi, az az ő dolga.
Nyilvánvaló, hogyha valaki tanfolyam után elakadt, akkor további konzultációkra van lehetőség, de tanfolyam előtt egy konzultáció elegendő kell legyen ahhoz, hogy valóban fölfogjuk, hogy mit jelent egy tanfolyam, mekkora változást tud az életemben ezt hozni, és akkor összekapom magam, és elmegyek egy tanfolyamra. Tehát nem abból élünk, hogy visszahívjuk a betegeket, mert még ott kell keresni valamit a múltjában. Nem kurkászunk. A kineziológia is egy fantasztikus módszer. Semmi kifogásom ellene. Segítséget ad. De a konfliktust ott is nekem kell megoldanom. Értsük meg. Senki helyettem nem fogja az érzelmi problémákat érzelmileg lezárni helyettem. És hát, hogyha nem segített se a pszichológus, se a kineziológus, akkor hurrá, beiratkozok én az egyetemre, elvégzem a pszichológiát, és akkor majd én meggyógyulok, és majd segítek másoknak jobban, mint ezek, akikhez én jártam. Nyugodtan tessenek pszichológiára menni. Az első nap közölni fogják, hogy lélek az nincsen. De a pszichológia az lélektan. Úgyhogy jó szórakozást. És akkor jönnek napjaink, csodái a gépek. Hadd ne mondjam, hányféle bemérés, átrezektetés, és minden meg minden van, és nyilvánvaló, hogy ez nem jár, hogy is mondjam, nem csak annyi lesz, hogy kifizetem a bemérést, hanem akkor már veszek is valamit hozzá, és ha már elköltöttem nem 5, hanem 6 számjegyű összeget a vizsgálatra, meg a cuccra, hát akkor már beszegem. És ha már ennyit költöttem, akkor már, ha más nem, bemagyarázom magamnak, hogy ez jó. Szóval, én még gépektől meggyógyulni nem láttam embereket, de hát aki ezt le akarja tesztelni, nagy a választék. Foglalkoztam én is egy időben beméréssel, ameddig ki nem derült számomra, hogy gyakorlatilag ez se fogja, semmilyen csepp helyettem nem fogja a félelmeimet, vagy az elvárásaimat, az elképzeléseimet megváltoztatni. És ugye, ha egészségesen élek, akkor nem betegszem meg. Na most kérdés, hogy mit nevezünk egészséges életnek? Vajon mit nevezünk egészséges életnek? Az, hogy megfelelő táplálékot eszem, fűtött lakásban lakom, van elég bevételem, sőt, van 5 biztosításom, ez az egészséges élet? Nem kérdem. Az egészséges élet ott kezdődik, hogy békében élek-e önmagammal és a világgal. Itt kezdődik az egészséges élet. Hogyha ez megtörtént, akkor ha ez megvan, akkor ott nincsen semmi probléma. Na jó, tovább is van, mondjam még. Ja, egy pillanat. Feng shui, akupunktúra, akupresszúra, shiatsu, moxoterápia, majd megoldja helyette. Nos, akupunktúrát 2 tanfolyamon is végeztem, egy hivatalos, meg egy nem hivatalosan, és rávilágított arra, hogy minden mindennel összefügg, csak szólnék, hogy nem a csível kellene foglalkozni, hanem a senggel, vagyis a tudattal, amint ez kiderült aztán a tanfolyam végén. A feng shui ellen semmi kifogásom nincsen, de hogy most a vécetető az nyitva van, vagy zárva van, ez költői túlzás, hogy ott most ki fog menni az energia, de aki hisz benne, az zárja le a buditetőt, semmi probléma. A masszázsok ellen sincs semmi kifogásom, lazító masszázs, shiatsu, stb. Jó közérzetet ad, de még mindig csak egy fizikai jó közérzetről beszéltem. Szóval helyettem megint azt keresem, hogy majd helyettem ki mit fog tenni. Szükség van masszázsra, gyógytornára, a mozgásszervi programoknak a megoldásakor. Csak nem mindegy, hogy az az illető ismeri-e a germán gyógytudományt, vagy nem. Ismerek olyan mozgásterapeutát, gyógytornázt, aki germán gyógytudomány szerint végzi a munkáját. Az igen.
És akkor most a fantasztikus dolog a rezgések és az energiát. Nyisd az ablakot, küldöm az energiát, fizetsz minden hónapban konkrét esetet tudok erről, és akkor én küldöm neked az energiát. Jó, azt ha nem érzed, az a te bajod. Szóval álljunk meg egy szóra. Én elhiszem azt, hogy, illetve tudom, hogy az egész világegyetem rezgésről, energiából áll, és az anyag is valójában rezgés. De ne feledjük el, hogy a magasabb rezgés hat az alacsonyabbra. De abban az esetben, amikor megcsinálom én a 180 fokos fordulatot, akkor nem az lesz, hogy a félelem engem lefele húz. Mind küldhetnek nekem még energiákat, hogy ideig, óráig az orrom kiérjen a vízből, vagy éppen a szaros medencéből. Nekem kell magamat a saját hajamnál fogva kihúzni ebből, mégpedig úgy, hogy 180 fokos fordulat. Tisztázom, hogy ki vagyok én valójában, és onnantól kezdve ez szerint is élek. Na, ez a tudatos ember, mondta Guilin Saint-Pierre Lanton, mikor ott voltunk nála tanfolyamon. Nem az a tudatos ember, aki tudja, hogy mi az, hogy tudatosság, hanem az, aki az szerint is él. Aztán ugye hát vannak ártó rezgések, ártó szándékok, ártó dolgok, és akkor megkérdem én, az ártó dolognak mekkora a rezgése? Nyilván, hogy a negatív rezgések alacsonyabbak, és ha én pozitív rezgéssel vagyok, akkor tudnak ezek hatni rám? Nem, mert csak a hasonló rezgések találják meg egymást. Tehát kire hatnak az ártó rezgések? Azokra, akik félelemben élnek. Na jó, nem akarom tovább bonyolítani a dolgot, biztos rengeteg más vélemény van, elfogadom, ha valaki ezzel nem ért egyet, én most arról beszélek, hogy én hogy látom ezt. Na szóval, amikor az az érzésünk csupán, hogy el kell mennem szent helyekre, mert ott jók a rezgések, és micsoda energiák vannak, Mária jelenési helyeken, Lourdesban, Medjugorjéban, bárhol, ugye? Vagy meg kell csináljam az El Camino-t, és akkor hú, szólok 800 kilométer. És gyakorlatilag csak 30 centit kellene megtennünk ahhoz, hogy el se kéne menjek az El Camino-ba. De hát ezeknek a helyeknek a felkeresése, ha nem elvárással történik, hogy na, megérkeztem, itt vagyok, van 3 órám, gyógyítsál meg engem, szűzanyám. Szóval, ha nem így történik a szent helyekre való zarándoklás, hanem a zarándoklásban benne van valami belső töltés, pozitív érzés. Hát nem félelemből megyek el, hanem örömmel. Na, akkor ott valami fantasztikus dolgokat fogok megtapasztalni. Semmi kifogásom, menjünk el ezekre a helyekre, és tapasztaljuk meg a belső békét általa, akkor van értelme, hogy elmenjünk. De csak azért megyek el, hogy én videóra vegyem az egészet, hogy mindent lefényképezzem, és hazamegyek, és megmutassam, hogy látod, már voltam Medjugorjéban is, nagyon jó. És akkor miért váltottál frekvenciát? Szóval, szeretném tisztázni, hogy ki mit ért meditáció alatt. Mert ha többet meditálok, akkor egészségesebb leszek. Kérem szépen, a buddhisták, amikor van a hosszú élet szertartás, akkor hajnali 5 órától délután 5 óráig folyamatosan meditálnak. Mégsem lesz hosszabb az életük, mint annak, aki azzal foglalkozik, hogy a belső békéjét megteremtse, és azt meg is tartsa. A kérdés, mi a meditáció témája? Miről szól ez az egész? Mert ha elnézést, nem akarok senkit megbántani, de ha én csak addig, míg átmegyek a zöld erdőbe, megkóstolom a pataknak
az örök élet vizét megkóstolom a patakból, és utána mit tudom még, mit csinálok, szóval ez mind nagyon szép és jó. Addig még benne vagyok. De az a kérdésem csak minden meditáció után, hogy és mi van utána. Ugyanígy feltehetném a kérdést azoknak a szent embereknek, idézőjelbe, akik minden szent misén ott ülnek, és ettől ők szentek, csak mikor kijönnek, akkor ugyanúgy gyűlölködnek utána, mint az előtt. Akiknek a karácsony nem arról szól, hogy próbáljunk meg békét kötni, hanem ugye, aki orvosi rendelőbe vagy ügyeletben van, tudja, hogy a legtöbb konfliktus akkor történik. Aki a húsvétban nem azt éli meg, hogy de örök életünk van, és nincs halál, hanem a legfontosabb az, hogy mekkora terített asztalt tudok bemutatni a locsolóknak. Szóval értjük a dolgot. Meg kellene találni a meditációban, a vallásban azt az értéket, ami abban segít engem, hogy a belső békémet meg tudjam teremteni, és meg tudjam őrizni. És nem akkor leszek egészségesebb, ha még több pránát fogok belélegezni. És végül még egy nagyon fontos dolgot tisztáznék, mert ezt épp egy, most olvastam egy levélben, hogy valaki már tisztázta a konfliktusát, és úgy gondolja, hogy akkor már meg is oldotta. Mi ez, ha nem agymenés? Nem elég valamit megérteni, a megértés az első lépés. Gratulálok. De érzelmi megoldásra van szükség, és ismét elmondom, az érzelmi megoldás azt jelenti, hogy megértéssel. Ha már megértettem a problémát, akkor már az első lépésen túl vagyok. Megbocsátással, elengedéssel, elfogadással, hálával. Jó lenne ezeket a dolgokat minden este lefuttatni, ma este is, hogy akkor ma mit kellene elengednem és megköszönnöm hálával. Ez az idézet a könyvemből származik, nincs annál nagyobb veszteség a világon, mint az, amikor az egészséged áldozott fel egy fel nem oldott konfliktus miatt. Aki megvette a könyvet, az ezzel az idézettel újra és újra találkozhat. És a végére egy összefoglalás. Ugye a feltételezés. A feltételekhez kötött létszenvedéssel jár, mondta Buddha első bölcs tanításában. Tehát míg feltételekhez kötöm a boldogságomat, addig biza nem leszek boldog, mert azért kötöm feltételezésekhez az életemet, mert valójában miben élek? Gyanakvásban élek. És ha gyanakvásban élek, akkor utána kell szaglászak a dolgoknak, hogy hogy is van az valójában, hogy nehogy valami baj legyen belőle. Mert jobb félni, mint megijedni, erre tanítottak minket. Tehát amíg feltételekhez kötöm az elfogadást, addig garantáltan szenvedni fogok. Innentől a feltételezés fogja meghatározni a megfigyelést is. Az, hogy én mit, hogyan értékelek ki, az fogja meghatározni, hogy milyen az én megfigyelésem. Ilyen kérem. Feltettem a félelem, a gyanakvás szemüvegét, és mindent ezen keresztül látok. Akkor az, amit megfigyelek, az a valóság lesz? Nem, kérem szépen. Abban már benne vannak az előítéleteim. Ebből aztán jön a meggyőződés, a tapasztalat, a magatartás és újabb feltételezés. Üdv a szkeptikusoknak a klubjában, és az újabb feltételezés újabb megfigyeléshez vezet. Ez egy ördögi kör. Hogyan kell kilépni ebből? A feltétel nélküli elfogadással tudunk ebből kilépni. Megteremtem akkor a bizalmat, és ekkor fogom megélni az egészséget, a belső békét, a valódi boldogságot. Nos, az összefoglalás végére tisztázzuk tehát azokat a dolgokat, amik fontosak a gyógyuláshoz. Légy őszinte önmagadhoz, őszintesség nélkül nincs, kérem szépen, tiszta szellemi élet.
bocsáss meg önmagadnak, mert eddig nem tudtad, hogy hogyan működik a biológiád, de tudatlanul betegítettem meg magam, de most már tudom, hogy mit kell tennem a gyógyuláshoz. Bocsáss meg az anyósodnak, a főnöködnek, mert nem ő az oka a te betegségednek, hanem te vagy az oka, mert te nem tudtad elfogadni őket olyannak, amilyenek. Én úgy gondolom, hogy nem a sínek kerülgetésével kéne foglalkozni, hanem ezzel, amit elmondtam, az ember többre képes, mint az állatok. A megoldás három lépése, tehát mindig a konfliktus, vagy a viselkedés tisztázása. Ugye a tünetek alapján tudom konkrétan, hogy mivel kell foglalkoznom, de ha nem vagyok őszinte önmagamhoz, akkor borul a mutatvány. Kettő. A konfliktus érzelmi feloldása, vagy annak a viselkedésnek a teljes átírása, hogy feloldódjanak a sinek, és itt jön a megbocsátás. És akkor a harmadik lépésben most már tudatosan döntök. Mert, amint mondtam, az a tudatos ember, aki a szerint is él, és hálát adok minden este mindenért. A germán gyógytudomány adja meg az alapot a megértéshez, a megoldáshoz és a megelőzéshez. Tehát nem azokkal a dolgoktól függ a megbetegedésünk, amire a rendelőbe felhívják a figyelmet, hanem attól, hogy hány feloldatlan érzelmi konfliktusom van, ezek milyen hosszan zajlottak le, vagy esetleg elakadtak, és ezeknek a megoldása azt jelenti, hogy érzelmileg zárom le a programot, vagy lehet egy életen át ezeket a programokat tesztelni. Ha túl sok konfliktust gyűjtök be, akkor már nem sejtszintű válasz lesz, hogy építek, bontok, működést változtatok, hanem megváltozik a viselkedésem. Ehhez az kell, hogy az agy jobb és a bal oldalán is legyen egy feloldatlan konfliktus, és onnantól kezdve megváltozik a személyiségünk, a viselkedésünk, hangulati változások, akit ez érdekel, itt a könyv és megtalálja benne, és akkor végre rájövünk, hogy a germán gyógytudomány tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, 5 természettörvény, éjjel 3-kor is tudni kell, hogy hogyan és miként működik a biológiánk. Ha ezt tudom, akkor ez egy megnyugtató érzés, hogy a jelenlevő tüneteim valójában a gyógyulásról szólnak. A betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, remélem ezt mindenki megértette csupán csak abból, hogy eddig elmondott tények erre konkrétan utalnak. És ez nem egy önvédelmi mondat, hanem egy nagy figyelmeztetés mindenkinek, hogy nem a párom, nem az édesanyám fogja feloldani a konfliktusomat, hanem én. Tehát mindenki maga üljön oda a gép elé és írja a levelet, és ne várja el, hogy majd más leírja, hogy nekem milyen bajom. Megköszönöm mindenkinek a figyelmét.